Sziasztok! Itt a behúzás élőbe, erre kell figyelni, amikor bevágnak egy videót, valami tényleg komoly videót intelligens elemzőktől. Itt van mondjuk a Goldman Sachs-nak az elemzője, egyik kedvenc emberem, Raoul Paul. Itt pedig Chamath Papiana, nem is tudom a nevét komolyan, ő meg a Facebooknak volt egy nagyon komoly vezető arca azelőtt, tehát lenémítom, de a lényeg, hogy bevágnak egy ilyen videóklipet, a háttérben meg betesznek egy ilyen feliratot, hogy Bitcoint és Ethereumot adnak, vagy giveaway ajándékozás, ilyesmi, hogyha ennyit elküldesz egy Bitcoint, akkor visszakapsz 2-t vagy 10-et, akár mennyit, minél többet küldjél, ha 20-at küldesz, akkor 40-et kapsz vissza, ugyanígy Ethereumra is. Ezekre kell figyelni, ilyeneknek nem szabad küldeni sehogy, nem tudom. Ja, itt link ezért biztos van valami, amire rá lehet kattingatni meg. Ez az amaz, de alapból ez a csatorna is, igen, már megnyitottam. Ez úgy néz ki, ez valami, nem tudom, indiai vagy tájföldi, akármi lehet, úgyhogy elég gyanús, hogy senki nem fog nektek, hogyha elküldtök egy bitcoint neki, akkor visszaadni 2-t. Úgyhogy ez az egyik behúzás, találtam egyet élőbe, gondoltam, megmutatom. Illetve még, ami amúgy is el volt itt ment, vagy ezt is mutassam, nézzétek, a hogyan vigyázz a Bitcoinra 7-es videó, abban itt is van a tökéletes magyar példa a 6. videó alján lévő kommentekben, és akkor itt a mindegy, itt a 6. videó, itt meg látni, hogy már ez a Jendra Jesenia, vagy Kendra Jesenia, ő már küldözgeti is a mindenféle hülyeségeket, szinte értelmezhetetlen, nagyon komolynak tűnő szöveget, meg a WhatsApp számot, hogy hol kell hívni őt. Illetve még itt is van valaki, az is küld még talán még egy számot, és akkor egy téram is, hogy vigyázni kell rá, mert ellopják, ilyen már egy magyar spam. Ezekre kell figyelni, ne küldjetek senkinek bitcoint. Na most már szép estét mindenkinek, sziasztok!